Kedves közönségünk, szeretettel köszöntjük Önöket még egyszer a mai szép színházi előadás afféle utójátékán. Ugye a Szatmár Németi Északi Színház Harag György Társulatának előadását láttuk. Bogdán Zsolt, Jászai Mari díjas érdemes művész, Kovács Éva, Pórlili díjas színművész és Csutak Réka színművésznő előadásában az estet szerkesztette, rendezte Szugyicki István. Szatmár Németi társulatot láthattunk vendégül, és hát Láng Gusztáv irodalomtörténész személyében szintén Szatmár Németi kötődésű irodalmárt köszönthetünk, akinek az életútja annyiban geográfiailag hasonlított Zsidájéhoz, hogy Szatmár Németi után Kolozsvár következett, de aztán egy nagy-nagy váltással tanár úr Vas megyébe került. Én ott ismerkedtem meg vele, amikor a Bercsényi Dániel főiskolán volt az irodalmi tanszék vezetője, és hát távolról, mert hogy én egy másik tanszéken voltam, de kollégák lettünk. Úgyhogy kérem, bocsássák meg, hogy nem tesszük félre a tegeződést, ami akkoriban alakult ki közöttünk. Földik is voltunk tehát. Tanár úr Tápláncszentkereszten lakik most is. Én jó 6 évig onnan 2 falura Vasszécsényben laktam. Hát ennyit csak a véletlen egyezésekről. Elsősorban Zsidajenő költészetről fogunk beszélgetni, de előtte azért hadd kérdezzelek meg, tanár úr, hogy te az irodalmi pályád során mikor kerültél kapcsolatba először Zsida költészetével? Kedves közönség, szabadjon előbb üdvözölni a jelenlévőket. Nagyon örülök, hogy Zsidajenő költészete teltházat vonz, még ilyen szerény méretű házat is, mert diákkorom óta foglalkoztat az ő költészete. 1956-ban volt a Kolozsvári Utunk című folyóiratban egy irodalmi polémia, mely Zsida Vita néven ment át a köztudatba, ahol 2 szatmári literátor, az egyik Páskándi Géza, a másik Panek Zoltán, mind a kettő már csak a Meszert és Parányi állomásról nézi a mi Zsida élvezetünket. A lényeg az, hogy ők álltak ki amellett, hogy Zsidajenő költészetét újra kell értékelni, és költeményeit legalább egy válogatás erejéig újra ki kellene adni. A hajdani baloldal, tehát azok a baloldali írók, költők, értelmiségiek, akik Zsidajenőnek kortársai voltak, azok igen hevesen ellenezték ezt, mert Zsida, ahogy a felolvasás során hallhatták azokat a strófákat, amelyeket a Helikonról, azon belül Bánfi Miklósról, Kemény Jánosról írt, hogy azt mondták, hogy a grófok embere volt, és különben is a klerikális reakció képviselője. Na most, aki sokkal fiatalabb nálam, az ezeket a vádokat már nem tudja értelmezni, vagy megérteni, de a hozzám hasonlóan érettebb fiatalok, azok tudják, hogy ezek szörnyű vádak voltak az 50-es években. És én akkor 20 éves, 3. éves diák voltam, és akkor határoztam el, hogy pontosan a Zsida költészet értékeinek a kimutatására, ugye magam is szatmári lévén, Zsidajenő is Szatmáron született, tehát volt egy kis lokálpatrióta indíték is ebben, államvizsgat dolgozatnak választottam, és később pedig, akkor már 30 éves koromban, tehát 10 évvel később, ebből írtam a kandidátusi értekezésemet. Hosszú idegen szüneteltettem, tehát nehogy azt tessenek hinni, hogy egész életemben Zsida kutatással foglalkoztam. Én megírtam róla a monográfiámat, a kérdést lezártam.
amíg nem nyílt alkalom arra, manapság ez egy nagyon ritka alkalom, hogy akadt kiadó, amelyik vállalta Dzsida Jenő összegyűjtött verseinek, tehát a kevésbé ismert, a kevésbé értékesnek tartott diákkori zsengéknek is, és minden kötetben meg nem jelent költeményének az összegyűjtetését és egyben történő kiadását, és akkor Urbán László bibliográfus kollégámmal nekifogtunk ennek, és tető alá hoztuk, úgyhogy Dzsida Jenőről most van egy monográfia, amelyet én írtam, van jó néhány tanulmányról, köztük sokat ugyancsak én írtam, ezt nem dicsekvésből mondom, hanem ez volt a dolgom egy időben, és a költő teljes műve egy kötetben olvasható, és ez kettőnk munkájának az eredménye. Úgyhogy Dzsida Jenővel ma már lehet foglalkozni, mert az életmű egész korpusza bárkinek rendelkezésre áll, megfelelő jegyzetapparátussal, tehát majdnem kritikai kiadásról van szó, és azon kívül van körülbelül két kötetnyi tanulmány, monográfia Dzsidáról. Már nem vagyok magányos harcos a Dzsida prérin, azon egyszerű oknál fogva, hogy a költészetének az értékei, ahogy hozzáférhetővé váltak, egyre több fiatal kutatót is vonzanak, és részkérdésekben, fontos kérdésekben azért a Dzsida kutatás is beindult. Van Dzsida kultusz a szónak a legszorosabb értelmében. Egerben Dzsida Jenő baráti társaság működik, én is tagja vagyok, csak már olyan rég nem látogattam meg őket, mert ahogy Bálint Tibi barátom írta, nekem már fáj az utazás, mert túlságosan strapás, fárasztó ízületeket romboló. De ettől függetlenül baráti drótposta kapcsolatban vagyok velük. A szatmári Dzsida kultuszról is szólhatnék, mert hiszen ott utcát neveztek el a költőről, mellszobra van a régi lakóhelynek a közelében. Szinte minden évben Dzsida konferenciát rendez az ottani Kölcsei Egyesület, amelyen, amíg ez könnyebben ment a számomra, mindig részt is vettem, de abban is nagyon sok fiatal kutató bekapcsolódott. Tehát Kolozsváron is sikerült emléktáblát elhelyezni a család egykori lakóházán. Utcát nem neveztek el a költőtről, azon hallatlanul észszerű és mondjam azt emelkedett érv alapján, hogy a Dzsida név úgy, ahogy le van írva, mindössze egy betűvel, a D betűvel több, mint az AIDS nevű betegség román neve. És hogy ezt utcanévnek adni sértené a románok ízlését. Most már ezen én nem gondolkozom, én csak ezt megjegyeztem, én gyűjtöm a kuriózumokat, és ez elég kuriózumnak tűnik nekem, hogy megörökítsem. Ennyit Dzsidáról, akit nem tudom, hogy még beszéltek két percet, vagy óhajtasz valamit közbeszorni. Én közben szeretném azért a közönségnek megmutatni tanár úr a legújabb könyvet, ha nem tévedek, 2015-ben jelent meg. Már csak azért is, mert a címe egy kicsit a mai nap legalábbis nekem is szólt, az a címe, ugye, hogy kérdezz másképp. Aztán, ha belelapozunk, akkor az egyik ciklus címből kiderül a folytatás, kérdezz másképp, és a válasz is változik. Hát most nem akarom teljesen magamra venni, nem fogok tudni itt piruettet csinálni és másképp kérdezni, hanem inkább visszafordítani ezt a gondolatot Dzsida költészetének kutatására. Ugyanis a te Dzsida tanulmányaidat olvasva minduntalan azt érzem, hogy erre a kérdez másképre törekedtél. Mielőtt
elkezdődött az S tanárúrral, beszélgettünk röviden, és megállapodtunk abban, hogy nagyon nem jó az a fajta képeslap költészet, amit Dzsidáról elképzelnek, ami az interneten amatőr versgyűjtők ilyen-olyan blogjain tetten érhető, és ennek érezhető sajnos a hatása. Míg Lán Gusztáv munkássága éppen arról szólt, hogy Dzsidát kimozdítsa ezekből a skatujákból. De ugye először nem is a skatujákból kellett kimozdítanod, hanem a szinte teljes ismeretlenségből, pontosabban abból a helyzetből, hogy nem nagyon olvasták hozzá Dzsida költészetét az elmúlt évtizedekben kortársaiéhoz. Nem akarok érdemeket kisajátítani. Dzsida Jenő körül ez az 56-os vita elnémult, mert lényegében ez is része volt 56 szellemi fordulatainak. Panek Zoltánt több mint két évig szilenciumra ítélték, de ennek még örülhetett, mert Páskán Géza 6 évig volt börtönben. 6 év, 3 hónapig. De a lényeg az, hogy 1966-ban, tehát 10 évvel később, a kiadó mégis kiharcolta egy Dzsida válogatás kiadásának a jogát, és ezt Szemlér Ferenc rendezte sajtó alá, aki akkor politikailag nagyon jól szituált ember volt, és ezért merhette ezt vállalni, és nagyon becsületesen végig is csinálta. Egy olyan bevezető tanulmánnyal látva el a kötetet, amely engem egy kicsit felborzolt, de hát ott a Dzsida életmű politikai védelméről szólt ez az előszak. De ez egy nagyon szűk válogatásnak bizonyult, ahhoz a majdnem 1000 költeményhez képest, amennyi a Dzsida életmű. Úgyhogy a Dzsidával való foglalkozás, én azt, hogy kérdezz másképp, az én számomra a nagyon fontos és reveláció az volt, hogy rájöttem, hogy Dzsida költészetét nem megvédeni kell támadásokkal szemben, tudnélik, ezek a támadások kimondottan hamisak. Hamis elvek és hazug elvek alapján történnek. Magát a költői életművet kell nézni, és pedig lehetőleg az akkor általam korszerűnek ítélt irodalomelmélet, irodalomtudományi szempontok alapján, és azt kell mondanom, hogy ebben a vonatkozásban ez kiderült, hogy ez egy termékeny szempont. Tehát ez a másképp kérdezés valóban tisztességes válaszokhoz vezetett, különösen hogy ilyen későn vált ez egy monografikus tanulmánya, annak az volt a magyarázat, hogy amikor én azt a legelőször megírtam, akkor kiderült, hogy a Psalmus Hungaricus-szal és Dzsida katolicizmusával nem lehet foglalkozni nyilvánosan. És akkor azt mondtam, hogy akkor inkább nem jelentettem meg a disszertációmat, mert ezek igen lényeges elemei Dzsida költészetének. Nevezzünk meg néhányat ezekből a korabeli sztereotípiákból, amelyek talán máig élnek részben sajnos. Mondjuk ilyesmi az, hogy Dzsida egy csengő-bongó, szecessziós, természetlírát művelő költő, nem sokkal több, mint mondjuk előtte Tóth Árpád vagy Juhász Gyula. Hát az, hogy kikinél több, az egy furcsa kérdés, mert például Szabó Lőrinc, aki értett a költészethez, úgy vélekedett, hogy a kornak a legnagyobb költője Tóth Árpád volt. Úgyhogy én nem állítom, hogy Dzsida a kor legnagyobb költője, csupán azt tudom érvekkel bizonyítani. Ugye a kommentárok mindig alatta maradnak a költészet ingereinek, azért, mert ahogy a régi rómaiak mondták, a ars longa vita brevis, a művészet hosszú, az élet rövid, a kommentárjaink azok mindig csak egy részt tudnak befogadni a műből, de Dzsida Jenő annak a
magyar költő nemzedéknek, és amikor magyart mondunk, akkor összmagyar tessék gondolni, amelyet a 30-as években az úgynevezett új klasszikus irány fog össze. Ez a három költő két év korkülönbséggel látja meg a napvilágot, 1905-ben József Attila, 1907-ben Dzsida Jenő, 1909-ben Radnóti Miklós. Én szerintem Dzsida költészete a Radnótihoz áll a legközelebb a kortársai közül, mégpedig nem csak egy sorspárhuzam mutatható ki, mind a ketten a korai verseiktől kezdve egyfajta haláltudatban éltek, ahogy Bálint György Radnótival kapcsolatban leírta, és fiatalon haltak meg. Most azon ne akadjunk fel, hogy Radnóti halála erőszakos halál volt, a Dzsidáé pedig betegség következtében. Ez a betegség egyfajta sorscsapás volt a számára, mert egy olyan szív elégtelenségben szenvedett, amelyet egy gyerekkori betegség szövődményeként rótt rá az élet. A lényeg az, hogy sok a rokonvonás közöttük, mind a háromnak a költészetében, és a költészetük indulásában is, mert mindhárman az avantgárd irányzatok igézetében éltek és alkottak, és a 30-as évek elején kezd eltűnni költészetükből a szabad vers, és a kötött formák, a hagyományos, a klasszikus, a hagyományos szó azért megfelelő itt, és ne úgy tessék érteni, mint hogy a reklámokban van, hogy a hagyományos mosópor az rosszabb, mint a friss, az újdonnan felfedezett. Az új klasszicizmusnak is, minden klasszicizmusnak az egyik jelszava az imitáció, azaz a régi mintáknak, a hagyományos mintáknak az utánzása vagy követése. És ez mindhárom költő életművében jelen van. Úgyhogy én Dzsidát sohasem, és itt egy sztereotípiáról nem volt szó, de erről is beszélgettünk a kora esti órákban, hogy az, hogy valaki erdélyi költő, az is egy skatúja. Ugye? Dzsida Jenő persze, hogy erdélyi költő, ugyanúgy, hogy Babis mert dunántúli költő volt, és hogy Petőfi pedig alföldi költő. Hát akkor így is lehet nevezni őket. De valójában ők az egész magyar nemzeti irodalom jeles alkotói, és én ezért Dzsidát sohasem az erdélyi irodalomról szóló szakkollégiumomban tanítottam, hanem mindig Radnóti mellett, a Radnóti fejezet mellett volt a Dzsida fejezet, mert rokon költők, rokon irányzat egyaránt jelentős képviselői. Talán ennek a másképp kérdezésnek az eredménye az a megállapítás is, hogy Dzsida egész költészetének a lényege, a hangulata az a első világháborúból sarjad. Egyébként itt az előadásban nagyon-nagyon jól vezette föl ezt a zene, tehát olyan fajta zene vezette be a műsort, ami szinte Dzsida születését vitte színre. Dzsida maga is vallott arról, hogy a nagy és megrázó élménye a háború volt, amelyből itt csak részletek hangzottak el, melyesen a terjedelem nem tette lehetővé a teljesebb bemutatást. A Tükör előtt című poémája Dzsidának bőségesen foglalkozik azzal, hogy hogyan hatott a család életére a háború. Dzsidának az édesapja, Dzsida Aladár, a műszaki alakulatoknál volt tényleges tiszt, és természetesen a háború kitörésének a pillanatában is szóval behívták szolgálatra, és Przemyszlnél fogságba is esett. Tehát a család apa nélkül a költő nagyapjánál
húzta meg magát, hogy így mondjam, Beregszászon. Innen van Dzsidának Beregszászsal is kapcsolata. Ez a kapcsolat bizonyára élménygazdag volt, mert 7 éves korától, illetve igen, 7 éves korától 11-12 éves kiskamasz koráig élt és járt iskolába Beregszászon. Egyébként a beregszászi szerint Dzsida kultusznak van egy olyan mozanata is, amely nyugodtan a Rekordok könyvébe tehetni a várost, ugyanis jó pár évvel ezelőtt felavattuk Dzsidának az emléktáblát, ott tehát, hogy ott tartozkod. Na most a nagypapa, Dzsidának a nagyapja, a beregszászi állomás főnöke volt, és a szolgálati lakás az állomás épületében helyezkedett el. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy Európa egyetlen olyan költői emléktáblája, egy költő valamikori tartózkodását, az emléktábla, amely egy vasútállomás homlokzatát díszíti. Magyar és ukrán nyelven. Nekem nagyon kedves emlékem fűződik az avatáshoz, mert ugye keletibb vidék, mint a miénk, és ezért, amikor odaértünk nagy késéssel, akkor még senki sem volt ott a téren, ahol lelepleztük volna a táblát, de aztán szép lassan szállingóztak az emberek, összegyűltek, vagy 30-40-en, és ott álltunk a vászon lepedővel letakart emléktáblát, egyszer csak valaki megbökött hátulról, láttam, hogy a magyar alpolgármestere a városnak, azt mondja, tanár úr, kezdhetjük? Mondom, tőle már rég elkezdhették. Szóval hát ön mondja a beszédet. Úgyhogy ilyen Dzsida élményeim is vannak, de most már emléktáblákkal, szobrokkal, képekkel bőven el vagyunk látva, csak azt tessék tudomásul venni, hogy Dzsida költészetében úgy, mint mondjuk Tamási vagy Tompa László lírájában, költészetében vagy Tamási novelisztikájában, olyan erdélyi vagy pláne székelyes ízeket ne keressünk, ő mást látott a tájban, az erdélyi tájban, mint a kortársai. Dzsida Enő számára a táj a természet megjelenése volt, és a természet Dzsida számára teremtett természet. Az Isten, aki teremtette a világot, ha tökéletes, akkor nem teremtett más, mint tökéleteset. Hogy a világ nem tökéletes, az nem a teremtés gigszereinek a következménye, hanem az az emberek beavatkozásának a következménye. Zsidának ezek a nagy kompozíciója, miért borultak le az angyalok viola előtt, a koború délután kedves kutyámmal, a tükör előtt bizonyos passzusai, mind arról vallanak, hogy a világ csodálatos lenne, ha az ember nem akarná folyton elrontani azt, amit az Isten teremtett. Na most, Dzsidának az a bizonyos katolicizmus, a vallásosság éppen ebben áll, hogy ő a világban, a tájban, a természetben, a szerelemben, mindenben ezt a teremtő tökéletességet keresi, és véli felfedezni. Sokszor határozottan eretnek módon Dzsidát azért megdorgálták komoly főpapok is élete során, mert például a 10 parancsolatot megpróbálta úgy átírni, hogy az a modern és mai ember számára is elfogadható legyen, hogy nem is az elfogadásról van szó, értelmezésről, ahogy a modern ember értelmezheti ezt. Na most, hogy miért dorgálták meg ezért, azt szabad mondani néhányszor a verset? Hogy? Hát, ha tudom még könyv nélkül. Lehet, hogy önök is tudják, hanyadik parancsolat az, hogy ne paráznák, hogy? Hatodik. Na, akkor a hatodik parancsolatot idézném. Olyan a szerelem szava, mintha ezüst csengettyűt rázna. Ki szeret, sohasem gonosz. Ki szívből csókol, nem parázna. De jól vigyázz, ha bűnnek érzed, bűn is az, amire törekszel.
A gonoszat vélsz tudni arról, hogy asszony karjaiba fekszel, bizony gonoszat is cselekszel. Na hát így érti Gyida a tíz parancsolat különböző tételeit, sose fejezte be, azért, mert ilyen vitázva elfogadó átirata azért bizonyos egyértelmű parancsolatoknak annak, hogy ne ölj, vagy ne lopj, azt nem tudta megcsinálni. Túl nagy volt a feladat a költőnek, de az elkészült részek nagyon szépek és nagyon vonzóak. Na most még annyit tennék hozzá, Gyuda számára, tehát az a tér, amelyben élünk, a teremtett tér, az egy szakrális tér. Egy szakrális tér, amelyben szent dolgok történnek, és nagy dolgok, és ezzel szemben az ember által profanizált térben történnek a súlyos és bajokra vezető cselekmények. Elnézést. Jócskán benne vagyunk abban a kérdéskörben, amit tanulmányaidból látva úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a címkék pontosítása. Általában úgy vélem, hogy a te írásaidban, ha el is fogadsz afféle irodalom elméleti vagy történeti címkéket, mindig az abszolút pontosításra törekszel. Gyidáról elmondtad, kikutattad, hogy valóban gyakorló katolikus ember volt. Költőként viszont azt mondod rá, hogy keresztény, de nem elégszel meg ezzel a címkével, hanem itt, ahogy most már ennek részleteit hallhattuk, pontosított tovább. Egy helyen azt írtad, hogy nem hitbuzgalmi költő, tehát véletlenül se úgy értsük az ő kereszténységet, mint valami hitbuzgalmiságot. Másút pedig arra hívott fel a figyelmet, hogy bárki, bármilyen igazi alkotó, bármilyen világképnek, eszmerendszernek, netán vallásnak a híve, az ihlet számára ott kezdődik, amikor ebben a világképben, eszmerendszerben, vallásban, stb. Meglátja a hiátust. Gyida Jenő hol látta a kereszténységben a hiátust? Hogy függött ez össze az ő halálfélelem tudatával? A hiátus mondjuk nem a kereszténységben van Gyida számára, mert itt valóban hívő keresztény volt. Minden keresztény embernek vannak olyan alapvető hitbeli tulajdonai, hogy így mondjam, amelyek minden felekezetet összekötnek, és lehetővé teszik azt a bizonyos ökuménét. De nem csak keresztényen, minden hívő számára, és legyen az bármilyen vallás, és legyen az akár a politeizmus híve, megoldhatatlan és feloldhatatlan kérdés az, hogy az általa tisztelt, és az általa tökéletesnek és igazságosnak tekintett Isten, hogyan adhatta kísérőül az embernek az élete mellé a halált. És mi történik velünk halálunk után? Van Gyidának egy megrendítően szép verse, amelynek most éppen nem jut eszembe a címe, nem azért, mert olyan öreg vagyok, hanem azért, mert sosem tudtam címeket megjegyezni. Úgy kezdődik, hogy ó, virrasztások évszaka, vastagon fogadtunk, tinta zordul, és a rozsda levő éjszaka már hatkor a kertekre csordul, revesfák nyirka folydogál, ó, hány napod és mennyi éved van hátra még, jaj, megáll a láb, mert fél, hogy sírba téved. Na most ebbe írja le Gyida, ahogy egy kockacukrot kávéba mártunk, úgy szívódik, és ahogy felszívódik a kávé, és megbarnítja a cukrot, úgy szívódik az éjszaka, a sírszaga minden rostotba és eredbe, és tehát valami a halálfélelemnek, az elmúlástól való rettegésnek, és a verse ez, és a befejezésben, de az utolsó sor is szól, hogy édesít valamely Isten keserű, forró italát. Ez a valamely Isten, ez talán egy kevéssé sikerült jelző szerkezet, de minden esetre elárulja, hogy Gyida
akár csak annak idején Pascal valami egy rejtőzködő valakinek tekintett az Isten, akinek az emberrel való szándékai kifürkészhetetlenek, és itt van a másik paradoxon, a másik hiátus, a keresztény ember kötelességének érzi, hogy Isten szándékai szerint éljen, betöltse az ő szándékát, azt a szándékot, amelyet valójában nem ismerhet. Na most, ezért Dzsida Jenő költészetében nem a hitbuzgalom, hanem a hitkeresés és a hit megerősítés a lényeg, és van két olyan személy, akik ebből a nyomasztó istenképzetből kivezetik a költőt. Az egyik Jézus. Ugye hallották itt a Krisztus című versét, tehát aki hozzánk hasonló, de mondhatná Dzsida, hogy aki hozzád hasonló vagyok, mert ha elolvassák a Nagy Csütörtök című költeményét, igazat adnának nekem abban, hogy ami ott Dzsidával a székelykocsárdi állomás várótermében történik, az semmiben sem különbözik az Olajfák hegyén történt bibliai eseményektől. És a másik vezetője pedig Assisi Szent Ferenc, aki ugyancsak a természet tökéletességén és szépségén és otthonosságán keresztül közeledett ahhoz a bizonyos isteni szándékhoz. Dzsida tagja volt a Ferencesek harmadik rendjének, Krenner Miklós közölte velem, aki Dzsidát halálos ágyán többször látogatta, hogy mikor eltemették, a halott ing alatt Ferences kapuláré volt rajta, mert tehát ezzel együtt tették sírba. És Márton Áromtól tudom, hogy a úgynevezett vallási kötelességeinek, tehát húsvéti gyónás, áldozás, karácsonykor, évféli mise, stb. Ezeknek a Kolozsváron a Karolina téri Ferences templomban tett eleget. A Ferencesek Kolozsváron kiadtak egy folyóiratot is, az volt a címe, hogy a Hírnök, a Szent Bonaventura nyomda adta ki, és ebben Dzsidának számos költeménye jelent meg. Valamint volt egy nyaralójuk Kolozsváron kívül, Kolozsvár magaslati részén, és a költő jó néhányszor díjmentesen igénybe vehette ezt a csöndes és az egészségének jót tevő szállást. Tehát a Ferencesekkel való kapcsolata az mindig szoros volt, és az, ahogyan ő a kóborló délutánban, vagy a viola ciklusban, a természethez viszont nem értékben hasonlít Ferences. Szent Ferencnek a természethez. Ne lehetett tanár úr, hanem közelebb, mert nem fogják hallani. De befejeztem, még egyszer nem mondom. Jó. Ahogy többféleképp megfogalmazza a tanulmányaidban is, nem csak keresztényként volt egy picit önálló gondolkodó, erdélyi emberként is másféle utat járt, mint a többség. Valahol talán azt írtad róla, hogy ő egy európai székely volt, vagy hát nem székely, európai erdélyi ember, tehát európér látásmódú, mint ahogy ugye a magyar irodalomban is lehet két ilyen vonulatot, ami a magyar hagyományhoz nyúl vissza, vagy mondjuk a Kosztolányék, akik pedig az Európa és a világ minden áramlatát igyekeztek átszűrni magukba, és úgy magyarul megszólalni. Dzsidát az utóbbiakhoz sorolod. Beszéljünk erről is, de ennek kapcsán nyilván beszélnünk kell a Psalmus Hungaricusról, mert hát ez ennek a központi darabja talán ennek a kérdéskörnek. A Psalmus Hungaricus, ez véletlenül egy jellegzetesen erdélyi termék, mert egy erdélyi gondolat, egy erdélyi szellemi irányzat válsága hívta életre. Ezt a szellemi irányt ugye úgy hívjuk, hogy transzilvanizmus, és tulajdonképpen
régtől létezett politikában, történelemben. Ez azt jelentette, hogy Erdélyben mindig voltak olyan törekvések, amelyek sajátos erdélyi érdekeket igyekeztek felfedezni és szolgálni. Sokszor az összmagyar, vagy éppenséggel a magyarországi érdekekkel szemben. Ez az erdélyi fejedelemség történetében gyökerezik. De igazán kulturális elszakadáshoz, vagy mássághoz nem vezetett, mert hiszen Erdélynek a magyarság a 17.-18. században az legalább olyan eleven és fejlett volt, mint az egyébként török által is sújtott Magyarországon. Én csak zárójelben jegyzem meg, a hajdani magyar tanárommal, még egyetemi hallgatókorunkban elkészítettünk egy irodalomtörténeti térképet, amelyen minden évszázad más szín, dátumai mind más színnel voltak, születéshelyek, nyomdahelyek, főiskolahelyek, stb. És egy olyan ábra kerekedett ki, mint egy kifli. A jól teleírt helyek azok az országnak a peremvidékén voltak, ahol nem ért el a török, hát ez világos. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ennek a térképnek a magyar irodalomtörténeti kegyhelyei háromnegyed részben ma a magyar határon kívül találhatók. Ugyanúgy, mint Arany János szülőhelye, mint Ady Endre szülőhelye. Nem akarom sorolni, mert csak az időt lopjuk vele. Na, a lényeg az, hogy Kós Károly kitalálta az új, a modern transzilvanizmust, azt, hogy az erdélyi magyarságnak az identitása nem az államnemzethez tartozásban kell, hogy álljon, hanem az erdélyiségében, és Kós azt is kitalálta, hogy az Erdélyben élő három nagy népcsoport, mert több népcsoport van, de három a fő a létszámban, ugye a román, a szász és a magyar, hogy ez a három az több száz éves együttélése során kialakított egy úgynevezett erdélyi pszichét, erdélyi lelkületet, amely közös tulajdonuk. Ahogy Kós mondja, az erdélyi román különbözik az ókirályságbeli romántól, az erdélyi szász különbözik a birodalmi némettől, az erdélyi magyar különbözik a magyarországi magyartól, és amiben különböznek, abban egymásra hasonlítanak. Ez a lényeg. Na most, ez egy nagyon szép elmélet lenne, hogyha ezt mondjuk Bethlen Gábor találta volna ki, és azt szerint pacifikálta volna Erdélyt, de sajnos ez már a nemzet eszmék és a nemzetállamok korában nem működött. Gyüdelnek hallhatták itt, hogy mélységesen hisz Erdély földjében, és a toleranciában és egyebekben. Tehát Gyüda híve volt ennek a transzilvanizmusnak, mégpedig annak a változatnak, amelyet Makkai Sándor fejlesztett ki és teoretizált meg, és amelyet én messianisztikus transzilvanizmusnak neveznék. Makkai ugyanis azzal egészítette ki Kós elveit, hogy a kisebbségnek a szenvedései azok tudatosíthatják Európában a nacionalizmusnak és a nemzetállami elfogultságoknak a hibás, téves és embertelen voltát, és ha ez a tudatosítás megtörténik, akkor ezek a szenvedések nincsenek hiába. Tehát akár csak a megváltó szenvedései, a kisebbség is arra van hivatva, hogy a szenvedéseivel javítson a világon. Hát Makkai Sándor polgári foglalkozása szerint püspök volt, tehát természetes, hogy ilyen meggondolásokra jutott. De Erdély református püspöke volt Makkai 11-nél évig. A lényeg az, hogy amikor a Psalmust írt a Gyida, addigra ez a fajta transzilvanizmus kifulladt. Na most, hogy lehet hinni a testvériségben, hogy lehet a testvériség
eszméje szerint élni és cselekedni, és mindig jónak lenni. Ez egy fiatalkori verse Dzsidának, még nem a késői csalódást tükrözi, az, amikor megkérdezi az Istentől, hogy mi lesz akkor, ha már kenyerese lesz, amit visszadobhat a követ haigálókra. Na most, ha a szeretet igéit hirdeti valaki egy olyan világban, amelyben őt mindenki gyűlöli, akkor ezáltal csak kiszolgáltatott lesz és védtelen. A Psalmus a környező, a többségi gyűlöletre adott és a többségi nacionalizmusra adott magyar nacionalista válasz. Ebben egyetérthetünk. Azon viszont már rég túl vagyunk, hogy ezt a szót, hogy nacionalizmus és nacionalista egyfajta átokszónak tekintsük, ahogy itt az elhangzott részletekben, mert csak a költemény sokkal hosszabb, terjedelmesebb, mint amit itt bemutattak belőle. Tehát a magyar nemzeti érdek előbbre helyezése minden más érdeknél, ez a Psalmus Hungaricus mondani valója. Nagyon érdekes, hogy Dzsida ebben a költeményben egy más hagyományrendszert követ, mint a költeményei többségében. Például az általa nagyon tisztelt, de követni nem követett Ady Endre líráját, onnan vesz át számos a magyarság verseiből Adinak számos motívumot, és nem utolsó sorban a refrénnek az ótestamentumi jellegét, tehát a Zsoltárok könyvéből vett idézet, nagyon szabad parafrázisa persze, de valamikor leírva a jegyzetekben megvan a számát is tudnám, hogyha észbe tartanám a számokat. Na, a lényeg az, hogy a Psalmus ennek a békétlen, itt van megint egy hiátus, ott van a transzilvanizmus eszméje, amelyről kiderül, hogy tarthatatlan, követhetetlen, és csak veszélybe sodorja a benne hívő magyart. És ezért kell valami más. Két évvel a Psalmus után, 36-ban írta Dzsida, na most a vélemények megoszlottak. Bánfi Miklós úgy vélte, hogy ezt a verset az 36-ban az adott politikai viszonyok között, ne felejtsék el, már 3 éve uralomban van, Hitler 10-valány éve, Mussolini, Európa igen nyomasztó éveket él meg ekkoriban, mert nagyon háború előtti hangulatban él a világ. És Bánfi próbál, mint nem hivatalos közvetítő, a magyar és a román kormány között valamiféle konszenzus teremteni, elég sikertelenül. De egy ilyen vers szerinte megzavarna ezeket a politikai közeledéseket. Egy érdekes epizódja Dzsida életének, hogy Bánfi hat kívánságára leállítja a vers közlését, Dzsida elküldte a Pesti Hírlapnak Budapestre, és azok közölték is a költő halála után, gondolva, hogy akkor már a tilalom lejárt. Dzsida letiltotta a közlést, és Bánfi a következő napon egy akkori vershonoráriumot jócskán meghaladó összegről küldött neki egy csekket, tehát mint egy megvásárolta a költemény közlési jogát. Ugyanakkor Járosi Andor, aki evangélikus esperes volt, és igen szép szerepet játszott a holokauszt idején, számos, mert ugye Kolozsvár akkor már 40-től Magyarországhoz tartozott, és számos kolozsvári zsidó polgártársa életét mentette meg, azon keresztül, hogy az ő egyházi hivatalát nem zaklatta és nem zaklathatta a rendőrség, és hát komoly nyilas mozgalom Kolozsváron nem volt. Ezt a Járos Endot aztán később a szovjetek elvitték, deportálták, és ott halt meg kb. Fél évvel az elhurcolása után. A lényeg az, hogy ő azt mondta, hogy keresztény ember számára ez a
hang nem, a számos hang nem, elfogadhatatlan. Ugyanakkor Járosi legjobb barátja Reményik Sándor, ez kettejük levelezéséből derül ki, Reményik Sándor úgy érezte, hogy a Psalmussal Dzsida az ő költészetét folytatja, és aztán nem tévedek túl nagyot, ha az ő költészet, az én költészetem, mondja Reményik, hogy ezen elsősorban a hajdani végvári verseket értette, amelyekben ugye ellenállásra mozgósított a román megszállás ellen. Most két évvel később a tükör előttben ez az indulat, ez a düh, ez elcsitul. És Dzsida vállalva azt, hogy a költőnek, és egyáltalán a hazafinnak, ha szabad ezt a szót itt használnom, abba kell hagyni ezt a nagy, ma azt mondanunk, multikulturalizmust, hanem törődjön ő a magyar problémákkal, a magyar irodalommal, a magyar költészettel, de úgy, hogy ezzel senkit se sértsen, senkit se bántson. A tükör előtt olvashatjuk, hogy így indulunk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen. Sót párolunk és vásznakat szövünk, és mi kisebbítnek, lassan megnövünk. És ez, erről beszélgettünk ma este, nagyon érdekes, én szégyellem magam, mert legalább 10-szer olvastam ezt a részét a tükör előttnek, meg az egészet is, és csak 11. olvasásra jöttem rá, hogy te marha, hát ez Gandhinak a programja. Hol párol sót a székely, vagy az erdélyi magyar. A lényeg az, hogy Dzsida az erőszakmentes önépítésben látta a kisebbség jövőjét, és az, tehát mindig magunkért, soha mások ellen, ez a soha mások ellen nem egyszerű frázis, ez, ha Gandhinak az eszmére gondolunk, akkor ez az a bizonyos ahimszának, tehát aznak az átvétele, hogy senkinek sincs joga más életet elpusztítani, senkinek sem áll jogában másoktól áldozatot követelni. A tükör előttből hallgatólagosan ez is kiderül. Gandhi azt mondta, hogy jogom van feláldozni akár az életemet is egy eszméért, de senkitől sincs jogom követelni ezt az áldozatot. És a tükör előtt az egy példaadó költemény, Dzsida megmutatja, hogy milyen az az ember, az a jellem, aki a sós torok hangján üdvözli a sorsot, az ostorcsapást, mindent, amit ő elvisel, de sehol egy szó sincs arról, mindenkinek ezt kell elviselni. Tegyük hozzá, tanár úr, hogy ez nem puszta ráfogás, hiszen filológiai bizonyítékát is találtad annak, hogy Dzsida ismerte Gandhi elveit. Igen, azt is megmondom, hogy honnan, a bizonyítás folyamatát nem írom le, mert hosszadalmas. A lényeg az, hogy Bakta Jervinek a 33-ban megjelent könyvében olvashatta, és biztos, tehát dokumentum van rá, hogy olvasta, és fontosnak tartotta. Amihez annyit kell hozzáfűznöm azok számára, akik esetleg Baktaival kevésbé vannak ismerős viszonyban, hogy Bakta Jervin volt az első olyan európai író, aki hosszú indiai utazása során személyes kapcsolatba került Gandhival, levelezett vele, és hetekig tartózkodott az ő, hát nem tudom minek nevezük ez, telepén, kolónián, tehát ott, ahol a közössége össze volt gyűlve. És Dzsida számára különösen vonzó lehetett az a rész, vagy azok a részek, amelyekben Bakhtiari leírja, hogy Gandhi nyitott volt a keresztény tanításokra is, hiszen akárcsak ő, Jézus is az erőszakmentesség elvét hirdette. És éppen ezért a híveinek Gandhi gyakran felolvasott az Új Szövetségből, és azt is értelmezték, és keresztény zsoltárokat is énekeltek együtt. És a Dzsida ezt
úgy fogadhatta, úgy foghatta fel, mint a maga keresztény eszméinek a más világból jövő igazolását, és ezért kerültek ezek a gandista gondolatok a tükör előttbe. Megjegyzem, érdemes lenne, csak már, ugye mondtam, hogy az élet rövid és a művészet hosszú, érdemes volna utána nézni, hogy a korabeli erdélyi sajtóban van-e a zsidájhoz hasonló, igenlő megnyilatkozás Gandhi eszmevilágával kapcsolatban. Tanár úr, szerintem te pontosan tudod, hogy most szólalt meg a csengő, ami azt jelezné, hogy az 50 perces előadás lejárt, de mielőtt szabadon eresztenénk a hallgatóságot, azért egy utolsó kérdés nyilván ide kívánkozik. Aki tanulmányköteteidet föllapozza, az sok kapcsolódást talál Dzsida Jenő és az őt követő magyar költészet alakjai között. Hadd emeljek ki most csak egyet, több tanulmányban is foglalkozol Dzsida és Pilinszky kapcsolatával, például azzal, hogy az apokrifnek esetleg milyen Dzsida szöveg előzményei lehetnek. Nagyon óvatosan fogalmazol, nem mondod ki, hogy Pilinszky bármit átvett volna, nem mondod ki, hogy olvasta, nem olvasta, ezt meghagytad esetleg későbbi kutatóknak vagy a képzeletnek, de Pilinszkyn túl, és mondjuk a mai költészetre tekintve, milyen Dzsida mai utóélete? A kultusznak a rendkívül fontos eredményeit említetted, itt most inkább a költészetre gondolok. Én azt hiszem, hogy Dzsida első számú hatása az, ami minden nagy költő, minden jelentős költő hatása a közvetlen utókor irodalmára. Dzsida létrehozott egy őrá jellemző, és a közönség által nagy mértékben méltányolt, mondjam ezt a szót, nagy mértékben méltányolt formavilágot. Ez a formavilág, ez egy létező érték, olyan, mint az értéktőzsdén bevezetett részvények árfolyama. Ez alatt nem lehet írni. Tehát lehet, de nincs sem értelme. Tehát az erdélyi és az összmagyar irodalom színvonalában Dzsida Jenő egy etalon, egy mérce. Nem minden vonatkozásban, hiszen mondtam, az új klasszikus irány képviselője volt. Tehát ha valaki megpróbálkozik azzal, hogy csokonai szellemében, vagy egy csokonai vers ritmusára írjon verset, mint például Vörös Sándor, aki nagyon szívesen vett át kész ritmus képleteket, de egészen más kontextusba helyezte őket. Tehát, akkor azt neki olyan tökéletesen kell csinálnia, mint a Csokonai Sírjánál című Dzsida versben, a Remény dallamára írt versben láthatjuk. Tehát ez az első számú hatása. A másik, hogy én csak mondtam, de ki tudja, hogy jól mondtam-e, és érthetően mondtam-e, hogy a profán és a szakrális tér, hogy ezeket az Eliádétól kölcsönzött fogalmakat használ. Dzsida számára, tehát a természet és szakrális tér, ahol megtörténhetnek olyan dolgok, amelyek valójában nem történhetnek meg. A kóborló délután azzal fejeződik be, hogy a költő és kutyája kerget egy macskát, és addig kergetik, amíg az Isten trónusáig jutnak, és mint egy a léten túli létnek a dimenziói tűnnek fel a monostori erdőben. A viola ciklus azzal fejeződik be, hogy Violát, aki a költő szerint is rosszlány, csacsi és bizonyára parázna, az angyalok, hogy ne menjen gyalog a fájós lábával haza, angyalok szállnak le az égből, és
ölbe veszik, és úgy viszik haza a violát. Azért, mert az autóbusz egy árát odaadta egy koldusasszonynak, aki a kisdeddel a karján állt az út szélén. Nem nehéz felfedezni a kisdeddel a karján álló koldusasszonyban az álruhás Máriát, Szűz Máriát, és a Madonna con Bambino, ahogy az olasz mondaná, és nem nehéz felfedeznünk a cikluszáró csodában az angyalok, ahogy felemek vele, hogy Mária ezt meghálálja, a saját mennybe menetelével viszonozza. Hiszen Mária az egyetlen olyan ember, aki élőként és testi mivoltában emeltetett az égbe, és élőként testi mivoltában emeltetik Viola is az angyalok karján, majdnem az égig, és kerül haza. Na tehát ez a fantasztikus és könnyed átcsúszás a profánból a szakrálisba, ez Gyida költészetének az egyik nagy érdeme és teljesítménye, és itt még szabadjon a nagy csütörtököt, amit nem hangzott el, idéznem, ahol a kocsárdi váróteremben várja a csatlakozást, amely nincs. Nem volt csatlakozás. Így kezdődik a vers. És a befejezés úgy szól, hogy körülnéztem, szerettem volna néhány szót váltani jó meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, és végig gurultak gyűrött arcomon. Hogy a kocsárdi váróterem az átvált az Olajfák hegyén történő szenvedés színhelyébe, és a magánytól és haláltól félő ember helyzete még súlyosabb lesz, mert hiszen egy mitikusan biztos halál az, ami mint perspektíva előtt áll, és ugyanakkor mégis könnyebb lesz, mert kiderül, hogy nincs egyedül. Nincs egyedül, mert ebben a szenvedésben Jézussal osztozik. Én külön érdemnek tekintem, költő érdemnek, hogy Gyida, hallhatták itt micsoda rím hangversenyt tud rendezni, ezt rímtelen ötös és hatot feles jambusokban írta meg, és alig van metafora a szövegben, szinte kopár a szöveg, de olyan szöveg, amelyben egyszerűen nincs redundancia, nincs egy fölösleges szótag. Ha van vers, amire azt a régi kifejezést lehet használni, hogy antológia darab, akkor a nagycsütörtök a Gyida költészet egyik antológia darabja, mert az a magyar líra semmilyen összefoglalásából nem hiányozhat. Csak érdekeseket jegyzem meg, hogy életem során találkoztam olyan 7 évszázad magyar versei, vagy költészete, vagy mi a cím annak a 3-4 kötetes sorozatnak, amelyből Gyida Jenőt egyszerűen kihagyták. Tehát fölöslegesnek tartották az antológia darabjait. Tanár úr, nagyon köszönöm, hogy vendégünk voltál, a közönségnek nagyon köszönöm a részvételt, a türelmet, és hát nagyon sok mindenről nem beszéltünk, amit előtte csak úgy hívószóként megpendítettünk, de szerintem már aki eddig nem ismerte, az már most sok mindent megsejtett Láng Gusztáv irodalomtörténészi szemléletéből és humorából, és azzal bocsátanám magunkat, mindnyájunkat útra hazafelé, hogy egy másik, másképp kérdezésből következő leleményt is véssünk eszünkbe. Itt az előadás is nagyon sok példát hozott rá, Gyida Jenő humorát. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, áprilisban újra találkozunk. Nem tudom, nekem is kéne tapsolni, mert látom, a futballisták mindig tapsolnak. Megtapsolják őket, hogy az mire jó, azt nem tudom, de...